hallod, van egy ötletet. Mi? Láttam a izébe, az újságban, a tévé, a mindenit, hogy így valakiket fej is, akkor az öreg egy csatlát várni, érted, hogy küldjenek pénzt. Valami bajod van, s küldik a pénzt. Nem már régi. Azt hergássuk meg, kocsigyá. Felhívjuk, hogy küldjön pénzt. Neked? Igen, igen. Megmondom, Magyarországon vagyok, s állástam a bicikli állvát, és hát ezt az öregek veszik be. Minden, de az is halta be veszik. Na, no, meg fej. De hát akkor fel az ájj, és fel a... Nem, 60-40 már te hívom. Mindegy nekem, 40-60 akkor. Jó, tehát 60 nekem, és te... Jó, jó, jó. Na, de úgy kéne, amíg rátett a kárt, 31 kárt... Csillag. Kárt ember. Csillag. Kárt áké, csillag. Hívjad kárt el akkor. Na jó, na majd meg. Na majd meg. Bécsen, csak változtasd a hangodat. Magyarországi a somba szerint, te hallgassál akkor. Te akkor megütted arra is sem magad. Meg állvatett a bicikli. Szemben nyomtam. Hát mennyi az idő? 4:10. Ó, hát ilyenkor medita. Hát mit medita? Ilyenkor hallgass azt a zenét, hogy tizé hajladozzik a kurva anya. Hát hívjat, halka felveszi. Kicsit lát ideges lesz, de... Mit meditál ilyenkor? Nem tudom, ott a fájt váribáli a izébe, ahogy látok. Ott hallózik. Hát aztán nekem te ordítsa, hogy nagyon... Jó, jó, sikítozok én, Nafi. Felvettek. Mi a baj? Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A magyar rendőrségtől telefonálok Budapestről. Budapestről? Igen, Budapestről. Itt vagyok a parlament előtt, és mellettem fekszik a barátja, akit eldobott a bicikli... Népliget. Elnézést, a Népligetnél vagyunk, itt mellettem fekszik a földön a barátja, akit eldobott a Pegász biciklije. Pegász bicikli, hallod-e, most a Népliget vagy a parlament, mert kavarít egy... Parlamentbe mentem az zászlókot vinni. A parlamentbe indult el a feszegi zászlóval, hogy tűzze ki a parlamentre, de a Népligetnél, amikor ment el, a nadrágát becsípte a lánc és a bicikli eldobta. Lehet hallani, mekkora... Mutassa, melyik mutassa. Elemér, így van, ez Hólyag András elemér. De nekem nem barátom. Hallgassa meg, milyen nagy a baj. Ali, mit ordibasz? Nem is járt magadott, jó ég. Mit csinálsz? Nagyon nagy a baj, tehát kórházi ellátásra van az úriembernek szüksége, nincsen biztosítása itt Magyarországon, ezért szükségünk van az ön pénzére. Na Isten étesse, sokáig az én pénzemre lehet szükségetek, mert én nincs szükségem hülyeségre. Egy pillanat, egy pillanat, mennyit küldessek? Nem pillanat, csanám egy pillanat, csanám kettő. Miért hívogattok akkor, mikor pont tudjátok, hogy hallgatom a jó nótámot, a meditálós nótámot? Kedves uram, én nem tudtam, hogy ön meditál, de itt életveszélyről van szó. Tehát itt, életveszélyről. Itt élethalálról van szó. Amíg ordít, nincs baj. Tehát itt beszéltem a doktor úrral, és azt mondta, hogy 450 000 forintra van szükségünk most azonnal, hanem nem viszi be a mű... 450 millió forintra, hanem nem viszik be a műtétre, igen? Azt a mindenit. Akkor ne vigyék. Vigyék haza. Vessék ki oda az útszélire, és aztán valamit lekészelve. Mindjárt tudjon egy bicikli láncot. Hallod-e? Hát nem akar egy látsáfogást azt küldeni. Én mondtam... Vigyis állítek magatokat, állít! Fájálni, hogy lett az ászlóval, én itt kérdeznék. Kint van, tehát itt vagyunk a Népligetnél, a paletta zászló a bicikli után van kötve, kedves uram, és mi azt mondja az úriember, hogy még egy láncot is küldjön a biciklire, és a palettát vitesse zsír, valakivel. Zsírt a láncra. És zsírt is a láncra. Zsírt. Minek zsírt? A láncra ma azért vette, becsípte a nadrág szárát, ma belegyed. Mit tudom én, kedves uram, engem nem érdekel, tehát küldje a pénzt, vagy én nincs, amit csináljak. Mondom a koncámot, rendben van? Nem fog küldeni. Nem koncámot, mert egy látszakidőt nektek. Meg vagytok zavarodva. Nem hagyjátok az embert meditálni, mikor véteszem a ízét. A nótát reagyújtok, akkor jöjjátok a hülyeség. Kedves uram, még egyszer elmondom, nekem semmi köszönöm, nekem van, amit csináljak. Tehát én rendőrségtől vagyok, én nem ezért kapom a fizetést, hogy önnel itt veszekedjek. Haj, milyen beteg az ügyem. De na úgy, na mindegy, egy gólya majd döglik meg. Miért nem tudjátok az ember békén hagyni 10 percig, tehát? Csokcsukát! Miért? Miért?
Hát azért itt ivogattuk, megálltuk a duba. Mi hogy hívtunk volna, ember? Én hogy hívtunk volna? Hogy hívtatok volna? A telefonot itt volt, írta a nevedet. Hogy hívtam? Csillag, kártet, csillag kellett volna, csak mondtam, hogy a pénz itt lenne. Mondtam, hogy kártet kell, hát örökjük. 30 évesek vagytok, te 30 évesek, és ilyenekkel foglalkoztok. Alinak volt az ötlet. Alinak volt. Alika, hol a finyíró? Nem fogtatok neki fülát vágni? Nincs benzin. Nincs benzin. Akkor menjetek egy flakonnal, hajtok ki, és hozzatok benzin, és többet nem így, hogy anyám betart várhattátok itt, csukja le az ottok. Hát veled akartuk kipróbálni. Én mondtam kártát kell lenni. Csillag kellett volna, és most már itt lenne a pénz. Mondtam kártát. Vehetném az új kaszat, sem kéne itt. Kézivá kell levágni. Kézivá, lerágom a füvet most, meg. Na, tessék.